Ennek a háznak a negyedik emeleti tetőtéri lakásában ütött ki a tűz vasárnap hajnalban, 5 óra körül. A lakás teljesen kiégett, az épületből több lakót menekítettek ki, a lángokat a Fejérvár megyei tűzoltók fékezték meg. A lángokat 4 vízsugárral a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári, a pétfürdői és a siófoki hivatásos tűzoltók folytották el. Az oltásban 28 tűzoltó vett részt 8 gépjármű fecskendővel. A tűzesettel érintett lakás lakhatatlanná vált. Az oltási munkálatok idejére a lépcsőházból ideiglenesen 17 ember hagyta el az otthonát. A tűz keletkezési okát a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretein belül vizsgálja. A tűzesetnek súlyos sérültje is van. Egy fiatal lány a lángok elől menekülve esett le egy bokros területre. Láttam, hogy a lány ott fent a negyedik emeleten az ablakba áll. Az egyik lába fent volt az ablakpárkányon, a másik lába az így a házra volt úgy felrakva, és kapaszkodott a tetőtérbe. És akkor, amikor kicsaptak a lángok, akkor égethet meg a keze, és akkor úgy a mélybe zuhant. Ugye ide esett le a füves részre, a bokros részre, bokorra esett rá. Hát én voltam az első, aki odaszaladt a lányhoz, akkor nem volt még eszméleténél, picikét megráztuk a lányt, akkor magához tért, ugye oda jött még egy másik úriember, és akkor kérdeztük tőle, hogy mire emlékszik, és azt mondta, hogy nem emlékszik az égvilágon semmire. A segítő szemtanú hozzátette, az égő lakás szomszédjában élő család az erkélyre menekült, amelynek tagjaival is kommunikáltak, nyugtatták őket, hogy jön a segítség. Amikor a tűzoltóknak köszönhetően leértek a ház elé, vízzel hűsítették őket. A Szent György Kórház koordinációs menedzsere megkeresésünkre válaszolva megírta, személyiségi és betegjogok miatt nem adhatnak tájékoztatást a lány állapotáról. Cserpalkovics András polgármester vasárnap délelőtt közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a város minden lehetséges segítséget megad a tűzben érintetteknek. Minden lakossal beszéltem, hála Istennek sokan azért itthon voltak és személyesen tudtam velük beszélni. A lakhatás kapcsán mindenki meg tudta oldani, egy családnak biztosítunk lakást, aki oda tud költözni. Amit még tudunk segíteni, a családsegítőn keresztül van egy család, aki két kis gyermekét, vagyis most várja a második gyermeket, ez az édesanyja, szinte órás, bármikor bekövetkezhet ez a csoda. Őnekik teljes mértékben lázadt az ingatlanuk, különböző babakelendjéket, élelmiszert, pelenkákat tudunk felajánlani a családsegítőn keresztül, illetve egyszeri anyagi támogatást nyújt nekik az önkormányzat. Deák Lajosné hozzátette, a kiégett lakás tulajdonosainak mindenféle segítséget megad az önkormányzat. Mint mondja, a háznak és a lakóknak volt lakásbiztosítása. A tetőtér szerkezetének helyreállításában anyagi támogatást ad még az önkormányzat. A kétkezi munkát, építő anyagokat felajánlóknak köszönik a segítséget. Azt még nem tudni, mitől csaptak fel a lángok az almási telepi lakásban. A katasztrófa védelem vizsgálja a tűz keletkezésének okát.